18. század elejére gyakorlatilag a várak, a kővárak elveszítették azokat a hadászati szerepüket, amelyekkel korábban rendelkeztek. Ez a 30 éves háborút követően, amikor a tömeghadseregek lépnek a csataterekre, tehát a kis létszámú helyőrséggel rendelkező kis területű várak már nem azt a funkciót töltik be, veszteséges a fenntartásuk, ezért aztán Ungvár és Munkács kivételben megfelelő karban voltak tartva, és jelentősebb helyőséget tudtak fenntartani megfelelő ágyukkal. Ezek maradtak meg a Rákóczi szabadságharc idejében teljes épségben. A 1692-es nagy robbanást követően Husztvára, mint olyan megszűnik létezni, mindösen az Alsóvárban tudnak berendezkedni, és van kettő kicsi magánvár, amely részben romjaiban, részben pedig a mostani állapotig fönnmaradnak, ez Dolha és Beregszent Miklós. Tehát azt kell mondanom, hogy ostrommal, megfelelő ostrommal egyiket sem sikerül igazán elfoglalni, mind Ungvár, mind Munkács megadja magát egy hosszabb kiéheztetést követően, viszont ezek a várak azok, amelyek a 1711 április végi szatmári hegyveretétét követően még hosszú hónapokig a kurucok kezén maradnak, tehát többek között, ha jól emlékszem, nyár közepén, nyár végére adja föl magát Munkács helyőrsége is. Tehát a szabadságharc már befejeződött, de Munkács még tartotta magát. Számunkra mindenképpen a bennük élő személyek miatt fontosak. Próbálunk hozzájuk mondákat, legendákat kötni, próbáljuk a picit a szerepüket fölnagyítani. Nem volt jelentősebb szerepük, mint mondjuk Nyugat-Magyarország várainak. Munkács és Ungvár azért fontos, hiszen fejedelmi udvarként is működött. Ungváron például az orosz cár követeit is fogadja második Rákóczi Ferenc. Senki is mazsolaképpen az orosz cár követének többek között titkos instrukciója van kémkedni. Mi lenne, ha az oroszok bejönnének a Kárpátokon? Erre meg lett volna a lehetőség, hiszen ekkor az északi háborúban Lengyelország területén portyáznak. Tehát már ekkor is a szövetség keresés időszakában azért van egy pici ármány ebben. Rákóczi mindenképpen ezekre a várakra számít, amikor 1711 áprilisának elején elindul a Lengyelországba szövetségeket kell indítani, keresni, és úgy gondolja, hogy ezek fönnmaradnak. Viszont ma a történtudomány már ott tart, hogy az a szatmári béke, amelyet magyar-magyar hosszas tárgyalás és megfontolás alapján kötöttek, ez mindenképpen méltányos volt mind a kuruc, mind a labancolgár számára, és a két fővezér, Károly Sándor és Pálffy János a legkisebb rosszat választották. Megállapodtak fegyverletételben, viszont mindenki a fegyverét, amit lehetett, azt magával is vihette az ászlókkal együtt.